A búcsúzás. De teltek múltak a napok s éjek, s elközelge a reggel, Minden a lovas csapat, víg vadász kedvel, a várból solymász ostul kilovagla, hogy az erdei tónás körös körül a zsombékos talajon solymászatot rendezzen kócsagra, guvatra, vizitjukra, fűrire, meg túzokra, elő Grigorsz herceg, igen jó, maga Szibilla nevelte sipkás egerész az öklén. Igen, elcsodálkozik, az asszony a búcsúzáskor új búsan kapaszkod belé, s esedezve kérte, halassz el a kilogvaglást, vagy legalábbis hamarabb, ó igen, hamar legyen otthon, mielőtt őt vagy magát valami szerencsétlenség érné. – Micsoda szerencsétlenség, kedvesem! – kérdé mosolyogva, s megígérte, hogy nem később, mint harmadnapra hazatér. De kedvesenek ez is igen sok időnek tetszett. Alig, hogy a csapat a völgybe ért, urnője ez osoncs így szólt. Feségesem. a levegő tiszta, a óhatja, oda vezetem. Hová te holló? A falikához, s bennem a tárgyhoz. Fúj! Hát még mindig azon jár az eszed, és nem hagyod abba a mocskolódást. Még nincs itt az ideje. A herceg minden órában visszatérhet. Dehogy! Holnap utánig bizonyosan nem. Kétszer akarnak az erdei szálláson éjszakázni, biztonságban lehet. Biztonságban az uramtól? mire vetem ezt, te némber, Hogy én az ő háta megett, titkos utakat járjak veled? Ne is asszonyom mondál, tudnia kell, tudta nélkül, hogy védőangyala lehessen. Ezt mondtam, adta meg magát Sibilla, S ha meg kell lenni, hát menj előre. Messze előre, hogy ne úgy fesse, mint a nyomodban mennék. Így hát a herceg szobájába, és magán termébe jutottak, és Jezue újjal mutatta asszonyának ama helyet. Amott van, mondta. Ott felül. Alig látható. A burkolatban a rés, ahol kinyitják. Asszonyom, odáig nem ér fel. Álljak a -e szekrény, hogy kiemeljem. Nem erészelj. Lipakodott rá Sibilla. Told ide a széket. Magam veszem ki. Szolgálattól szóval támogatva fel is hágott, a reteszt védett tolta, lát a rejteket. A rejtelmest egy sejem kendőbe burkolt holmit kivette, kigöngyölte, hogy a kendő a székre hullott, és aztán a kezében volt az aranyszegélyű drága kövekkel kirakott levélként saját kezével írott elefáncson tábla. Ajkáról csak egy kicsiny kiáltás, rebbent, nem több, mint amennyi az elképedést, meglepedést, megindulást jelezte, s hogy kiújult a régi kín. Fájdalomtani meret lerája, ám egyszerre hideg futott el haját, és végig patakzott a hátán, szája, melyről minden vércsepp elillant, ezt suttogta halkan. Lehetséges! Hangosan is ismételte fenyegetőn, felfoghatatlanra bosszusan. Lehetséges! Aztán hallgatott, csak nézett a tágyra, olvasott szemét újra lekapta róla, és a semmibe bámult. Fejében kavarogtak a gondolatok. Honnan került hozzá? Itt van s az övé, tehát nem hever a tenger mélyén, partot ért, hordocska, csulnak, partot értek, a gyermek partot ért, él, nagy és szép, mint Grigorsz. A táblát ő adta neki egyik a másnak. Miért? Alkalmas, hogy nem is a gyerektől kapta. Pajtásátos fele barátjától, hanem az emberektől, akik a gyermeket megtalálták. Holtan találták, vagy megölték, és a hordocsát kirabolták. A gyermek, noha táblával ért partot, halott, s gigorsz él. Ez a különbség közöttük. Tetemes különbség van közöttük, Digorsznál a tábla, nem a gyermeknél, csak hogy ő vezek el előtte, s verdese mellét, mint az ő bűnös származása volna, ami rajta írva áll, az ővé, s nem a fele barátjáé, a gyermeké. Ez vészesen csökkent a különbséget kettei között. E tábla mellett szövetek is voltak, ezek se nyugszanak a tenger mélyén. Alig emlékezem rá, már jó ideje annak képtelen vagyok emlékezni rá, és teljes hatrazottsággal tagadom, hogy rigor szemem előtt ezekből való ruhát viselt volna, ugyanez szövetekből, vagy ilyet őrizne mostanában. Vészesen, vészesen, a lobogó röhögő örületig csappantja, ez is a józan, különbségtevés Grigorsz, és a gyermek között hol az eszem? A gyermeket nem Grigorsznak hívták, azaz sehogyan se hívták. Most hát Grigorsznak hívják, Grigorsz a gyermek, Bűnöm gyermeke volna, férjem, őrület, lobogó, röhögő, sikoltó, és sötétség, sötétség. Aléltan zuhant le a székről, éppen, hogy ezúta felfoghatta, és így nem üté meg túlságosan magát. Az elrohant, segítség, segítség, az úrnő mindjárt kimúl. Jöttek, bevitték az ágyas házba, ecetet szagoltattak vele, lovasutárt küldették az erdőbe a hercegért utána érdeklődött követelőzve, mihelyet a szemét kinyitá, s hallá, már útban is van a férje. A távát kezében tartá, ki nem csikarhatták tőle, még ájultságában sem. A futára szállásra érkezett. A vadászok bosszusak voltak, a legjobb solymuk elveszett. Jól lakottan, anélkül a csalétket megszagolta volna, elrepült az erdőbe, és most is ott van. És akkor még rosszabb hírt kellett halniok. Herceg uram, az úrnőt még életében óhajtja találni, siessen, vagy későn érkezik. Azt mondjuk, halálosan oda van. Fickó, hogy lehet az? Remekül volt, mikor kilovagoltunk. Uram, szavaimat sajnos meg kell erősítenem. Tovább már nem sokadoztak ottan, lóra ültek, s vágtattak haza. Elhihetitek, nem volt pihenő, még oda nem értek. És az úrnő tudatták, hogy férje megérkezett. Zöld vadász ruhában lépett be hozzá, és mit kell -e látnia? egy hult sápat, réveteg ájuldozott, s rémület lobogását a megtört arcához túl nagy szemekben. Grigorsz kiáltott, s karjába omla, orcált kebelébe rejt, és tovább sikolt az áud. Grigorsz! Így nevezlek bárki légy is, mert magasságos Isten nevén nevezi az ember az egyiket csak úgy, mint a másikat, Ebben nincs iszonyúság. Én, Grigorszom, mert enyém vagy mindenképpen. Mond, mióta hívnak így? Ki adta néked a nevet? Grigorsz egyetlenem, mert az vagy így is, úgy is. Grigorsz kicsoda vagy? Menj és pokol függ Ajkaidon. Kiszült hát téged. Az föléje hajolt. Az Istenért asszony mi lelt? Drága asszony, te tiszta. Mit tettek veled? Sejtem, tudom, kérdésed elárul a -e nekem. Valami ellenség, valami alattomos közölte veled, hogy alacsony származású kunyhóból jött ember vagyok. Nos, hát bárki bagoly, szemét is adta ezt be neked, s juttatott így szenvedése, hazudik az. Jól bújjék el előlem, mert ha megtudom ki, az megölöm, mondom neked. Veszélyre hazudik a selma. Előkelően születtem, írásom van róla, veled egyenrangúnak szerelmem, s teljes vigasztalódásul, szinte egy herceg fiaként. Egyenrangúnak, Ismételte ő megborzongva, Reá szemet mereztett, vagy felkapta a táblát. Ezt neked kiadta! Ő oda nézett, úgy elsápadt, hogy olyan lett, mint asszonya, szeme hirtelen beesett, feje mélyen lecsügget. Hát jó, szólalt meg végre, tudom már. A tábla, melyet útra valómul adtak, midőn széres hullámokra bíztak, kezedbe került. Ég veled boldogságunk. Hazugságra épült, mert eltagadtam neked, hogy bűn gyermeke, bűnből való vagyok minden ízemben. Még most is hazudtam neked mondván, nem családul emeltem rád, ó tiszta szemem, igen, becsaptalak, szerelmemel tisztátlanná tevélek, s tisztátlanná tested gyümölcsét testem által sokat kérleltem Isten, ne tekintse bűnömet, hiú kérés volt, kiderítette, s én elmegyek. Neked kellene kitaszítanod, ha nem tenném magam, többé nem látod az elvetemültet. Megyek, hogy szüleimet megkeressem. Grigors, könyörgött az asszony. Így nevezlek mindenképpen. De te ne nevez engem se, hogy Grigors szerelmem. mond már azt nekem, hogy ketten vagytok, s különbözőek te meg a táblás ember. Ugye valaki más adta neked eholmit, nem neked vala írva, s legyen bár hazugság. Mondd ezt nekem, nem, asszony, az hazugságból elég. Enyém a hagyakozás. Egy kegyes ember, ki felnevelt volt, őrizte nekem nagykoromig. A gyermek, ki mellé adták, én vagyok. Grigors, akkor elvesztünk. Akkor helyünk a pokol feneke. Grigors, ha igazat mondod, ahelyett, hogy kegyesen hazudnál... Akkor házastársam és gyermek között semmi különbség, csak az, hogy a gyermek most már férfi rigorsz, én írtam a gyermeknek a táblát. Üveges tekintettel közelről meredtek egymás szemébe. Mindezt együtt végig gondolni, idő kellett. Aztán távolodni kezdtek egymástól az átellenes falakhoz, homlokukat rászorították, és egymás után forró hullámok öntötték el halotti sápadságokat. Lezúdultak a szívbe, és izzon újra fel az arcukba csaptak. Sokáig más se hallatszott a szobában, csak zokogás. Aztán Kiki elhagyta falát, elsől az ifjú. Lerogyott előtte, s lábait átkarolta. Anyám, szólt, bocsáss meg a bűnösnek. Ő meg akarta simogatni a haját, de kezét visszavonta, akár valami izzóvastól. Fiam és uram, mondta, te bocsáss meg nekem, én láttam a ruhád abból, a szövetből. És azt kérdé, hol van atyám? Meghalt vezeklő útján, felelte ő életen ajakkal. A te édes atyád, te benned találtam meg újra. Has e rá? Ő bólintott. Erre ismét indulni akartak, kiki -ki a falához, de meggondolták, s maradtak. Szibilla így szólt miért is születték éne világra? Isten száj átkozta az óra, melyben születték magasságos ég. Hát ezért álmodtam, hogy egy sárkány szülők, mely elrepül, de visszafordul, és visszabújik a szétroncsolt anyamébe. Te voltál az Grigorsz. A balsos felesküdött ellenem, s eskét megtartá, mert egyetlen örömöm ellen mindig ezerszeres fájdalom fakad a tisztaság boldogságára vágytam, erre a pokol bűnön magzatát vezérli hozzám, hogy házasságban vele háljak. Ő megborzongott, s kezét felemelte. Anyám, te meggyalázott, ne beszélj így határozottan. Te csak beszélj, megérte, miért teszed? Határozottan kell már beszélnünk, s a dolgokat nevükön neveznünk vezeklésünkre, mert az igaz mondás vezeklés. Hallod, Isten, miként vezeklünk, és mind foglaljuk ezt szörnyű szavakba? Talán ez az, amiért imádkoztam, hogy e helyre vezérej, hol boldoguljak, s ahol boldog pillanatom meg kedves szülőanyám. Más tartogattál nekem, te gazdag, igen jóságos Isten, mint amit esedezem tőled. Kölcsönöz nekem erőt, nagy-nagy erőt, hogy elfolytsam dühöm, mely ellened ágaskodik, Jobb lett volna, nem gondolod? Soha meg nem pillantanom őt, mint férfiuként vele hálnom három éven át, mint atyám utódja, s néki az ágyba gyermekeket nem zenem, kiknek számára nincs hely a földön, még annyi sem, mint az én számomra, s helyükre gondolni is képtelenség, nincs ember, aki tudná, mit gondoljon felőlük. Ez a gondolkodás vége, ez a világ vége. Asszony, te hívhatsz engem Grigorsznak de én téged se neveden, sem anyámnak nem hívhatlak. kettő őrület, és mennyire fáj nekem, kivált az anyaszó, mert hogy fertelmesen eljátszottam, illendőbb, s kíméltesebb talán, ha téged kedves nénémnek nevezlek, mert ilyesfajtával bujákodni kisebb szörnyűség. Úgy a gyermekeimmel mély rokonságban vagyok, herráddal, és az útban lévővel azt még nem tudom, még nem fejtém meg, ha nem teszek Júdáshoz hasonlóan, ki tettétől elborzadván felköté magát, akkor lesz rá időm gondolkodni rajta. Grigorsz, fiam s uram, meg kell bánnom, hogy a dolgok vezeklő megnevezésével példát adtam neked, mert te ezt még iszonyúbban teszed. Rémületen perszől persze nő, s vele a döbbenet, hogy miért nem sújtott le az ég haragja már rég az átkozottra és hogy a föld még merészel engem hordani a hátán azután, amit a testem mivelt. Én, én vagyok a főbűnös, pontosan tudom, és mondhatatlan félelem növekszik bennem a pokoltűzétől, mely fenyeget, és majd egészen bizonyosan kijár e legnagyobb gonosztetnek. Uram, szerelmes fiam, megmondhatnád de nekem, mert sok könyvet olvasál, vajon kigondolható-e büntetési, bokros bűnres szentségtörésre, van egy tanács? Nincs, bizonyosan nincs, hogyha nekem szegény nőnek, majd a pokolban kell lakoznom, lehetséges-e, hogy az hozzá mégis egy cseppet szelidebb lészen, mint a többi kárhozotthoz? Ő, ő nem merte megérinteni Grigorsz haját. Ez azonban, mivel a női kendővel, szallaggal vala fedve, fejét jóságosan megsimítál, hogy így síralmasan hevert karjaiban asszony, mondta, ne beszélj így, ne hadd át magad a kétségbeesésnek. Ez parancsolat ellen való, mert maga felől az ember kétségbe esett, de Isten felől s irgalmassága felől nem. Mindketten nyakig ülünk a bűn mocsarában, s ha te azt hiszed mélyebben ülsz, ez elbizakodás. Ne ragazd ezt a bűnt a ma régi bűnhöz, mert még szád orrod is elönti a mocsár, Isten kezét már kinyújtá, hogy ez meg ne essék. Ezt a vígasztalást merítettem a könyvekből. Nem hiába foglalkoztam komolyan divinitással, az Isten szenvedése, Kolostorban megtanultam, hogy az igazi bűnbántot minden bűn, bűnhődésről fogadja el. Legyen akármilyen beteg is a lelked, ha a szemed szívveli bűnbántól csak egy órácskáig nedves, Higgy a gyermeknek, a fertelmes férjnek. Megmenekülsz. Tudom, folytatta aztán, minek kell történnie, s rendelkezem, mert én melásd, a gyermek férfivá lett, miközben te asszony maradtál. Én vagyok itt a férfi, s férjed is volnék, ha még oly képtelen módon is, tehát én parancsolok. A bűnhődés nagy része az enyém, nem felfovalkodásból, hanem itt én vagyok a férfi de neked is bőven jut bűnhődés, ha én most elmegyek. Ha én most elmegyek. Lehetetlen lesz, az országot tovább kormányozod, mint hercegnő. Hívd egybe rendjeid. Választas új herceget, vitihjet, nagy bátyádat, vagy verimbádot, távoli öcséd. Az egyre megy. Aztán köszönj le a trónról, gyakorolj alázatosságot többet, mint amennyit valaha, amikor fivéredet az én kedves atyámat gyászolád mint a trólról szint úgy köszönjel a vártól is. Építes lábánál özvegyi jussodból a szilumot, menhelyet. Az országútra, a hajléktalanoknak, az aggoknak, megrokkantaknak, korságosoknak, a nyomorékoknak. Itt kell tevékenykedned, szürke ruhában, a betegeket ápolván, sebeiket mosván, fürdetvén és takargatván őket, vándorkoldosoknak alamisnát osztogatván, s lábukat megmosván. Az ellen sincs ellentvetésem, akár még bélpoklósokat is magadhoz végy, sőt igenis rendjén valónak tartom. Herrád a gyermekünk, kiről még meg sem állapíthattam, minden rokonságban velünk, azon kívül, hogy te az unokád, a én fiad, hadd segítsen ő neked az alázatosság vizét inni, ha felnő. Tévedésből keresztelték meg. Az útban levőt, akit hordasz, kedvesem, ne keresztejétek meg, azt kell, hogy parancsoljam. Szólítsátok valami alázatos néven, mint stultícia, balgasság, vagy humanitas, alázatosság, vagy kicsi miserabilis, nyomorult. Ezt már rátok bízom. Így élj, hát még Isten el nem szólít. Én azonban megyek, és magam néki bűnhődésre adom, méghozzá rendkívül bűnhődésre, mert ember, ki így mértékben volna bűnben mártakozott, mint én, még soha élt a földön, vagy csak egészen ritkán. Ezt elbizakodottság nélkül mondom, elindulok szegény atyám útján. Én nem lovagi bujdosásra megyek, mit tenni jónak láték gőgösen, midől megtudtam származásom, hanem zarándok útra, mint koldus. Azokhoz hasonló, akiknek te mosni fogod a lábuk. Így majd megtalálom a helyem, mint hogy ezt találta meg a ködben, a helyet, mely ennek és ennek elegendő. Ezek az utolsó szavak, melyeket itt alant néked elmondok. Éj boldogul! Grigorsz! Szólt, ő megtört szemmel, s ajkai édes mosolygást próbáltak, mely azonban torzra sikerült. Grigor, szeretet, fiam! Hát nem maradhatnánk a világ előtt a régiben, annélkül, hogy többi egymáshoz közelednénk, s közösen viselnénk titkunk. Szeretetem irántad, már végképp csak anya szeretet. Lehult róla minden hitves jakár tiedről, s így talán még nagyobb is a bűnhődés, ha mi együtt maradván emlékezünk bűnünkre, mint egymástól messze-messze, külön-külön a világban. Emelt az asszilumot is megépítettem, s a betegeket is fürdethetem. Asszonyi beszéd, felett Grigorsz, mert asszony maradtál, mi a férfi lettem, Gyalázatodra lettem az. Most megmentésedre akarok az lenni. Ahogy a férfi parancsolta, úgy marad. Még egyszer éj boldogul. Ne, semmi csókot búcsúzásul, még homlokomra se, de még a kézre se. A kézzel kezdődött, Isten veled, és elment. Ő karjait nyújtá utána fájdalommal. Villigész kiállt a lelke mélyéről, majd felocsúdott. Ímérd magad, fiam! jálta utána, vigyázz magadra, s ne menj túlzásba vezekléssel, de az nem hallotta már.